A Mi Hazánk mozgalom megdöbbenve hallotta, hogy Orbán Viktor mindenféle feltétel és tiltakozás nélkül megszavazta tegnap az Európai Tanács ülésén Ukrajna Európai Uniós tagjelölti státuszát, miközben Ukrajna teljesen egyértelműen nem alkalmas arra, hogy az Európai Unió tagja legyen, és itt nem csak a korrupciós ügyekre kell gondolni, nem csak arra, hogy valójában egy maffia állam, nem csak arra, hogy majd velünk fizettetik meg Ukrajna háború utáni újjáépítését, hanem arra gondolunk, ahogy Ukrajna a kisebbségeivel, az őshonos államalkotó kisebbségeivel bánik, hiszen a napokban hallhattuk azt a hírt, hogy Ukrajna törvénybe foglalva is betiltotta az orosz zenét és az orosz kultúrát Ukrajnában, akkor elképzelhetjük, hogy mi vár a kárpátaljai magyarokra. A kárpátaljai magyarok ugyanabban az országban élnek, ahol egy másik államalkotó kisebbség kultúráját és zenéjét tiltották be a törvény erejével. Ehhez hasonló nemzetiség vagy kisebbség ellenes intézkedésekre én a jugoszláviai háború idején sem emlékszem, pedig nagyon kemény háború volt a jugoszláviai háború, nagyon komoly vérontás volt a jugoszláviai balkáni háborúk idején is, de nem történt ilyen jellegű intézkedés, nem voltak ilyen törvények, amellyel egy másik nép, egy adott ország államalkotó nemzeti közösségének vagy kisebbségének a kultúráját tiltották volna be. Orbán Viktor, a magyar kormány és ezek szerint az Európai Bizottság és az Európai Unió tagállamainak vezetői így találták EU éretnek Ukrajnát, hogy egy ilyen döbbenetes törvény van érvényben Ukrajnában. Ehhez hasonlót csak a tálib rendszer esetében láttunk. Ott volt kultúra eltörlése iránti intézkedés, ott próbáltak eltörölni államalkotó nemzetek, nemzeti közösségek kultúráját, vallási jelképeket törtek össze. Tehát ezt a fajta tálib rendszert látjuk most Ukrajnában, és mégis az Európai Unió valamennyi tagállamának vezetője, közöttük tehát Orbán Viktor is, így szavazta meg a tegnapi nap folyamán Ukrajna EU tagjelölti státuszát. Azon is megdöbbentünk, és az is nagyon meglepett minket, hogy Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke nem kötötte semmiféle feltételhez a támogató szavazatát, pedig éppen napokkal ezelőtt beszélt telefonon Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, de arról nem tudunk, hogy a telefonbeszélgetés során szóba kerültek-e a kárpátaljai magyarok, de az egészen biztos, hogy az 1991-es legitim törvényes kárpátaljai népszavazásról egy szót sem szólt Orbán Viktor, pedig azt törvény ellenesen nem tartja be Ukrajna, tehát a saját államának, hogyha úgy tetszik, az alaptörvényeit, a saját alkotmányát sem tartja tiszteletben a jelenlegi ukrán rezsim. És mi mindenféleképpen azt vártuk volna a magyar kormányfőtől, hogy legalább ehhez a feltételhez köti a támogató szavazatát, ez sem történt meg. Mindenféle feltétel nélkül a kárpátaljai magyarok jogainak, különösképpen kollektív jogainak biztosítása nélkül szavazta meg Orbán Viktor az EU tagjelölti státuszt. Ezt mi határozottan elutasítjuk, ellenezzük, és azt gondoljuk, hogy egy tálib rendszer módjára viselkedő országnak semmi keresnivalója az Európai Unióban. Még akkor is ezt mondjuk, hogyha tudjuk, hogy a tagjelöltség nem rögtön EU tagságot jelent, mi határozottan ellenezni fogjuk Ukrajna EU tagságát a jövőben is.